vannak, ráadásul azért rendszeresen adsz is témát a sajtónak a kiállításaiddal, a képeiddel együtt, és ha jól tudom, most éppen Tánia törésre készül. Igen. Köszöntök én is mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Jól számolom, nekünk csak már a harmadik évünket, miatt a Magyarországon működő 10-es verseny program, én is részese lehetek ennek az eseménynek. Ugye képzőművészként képalkotással foglalkozom, és hát az irodalom is gyakorlatilag a képalkotások egymás mellett, és így kerültem kapcsolatba egyébként keresünk, mint történt egy fantasztikus kötet jelent nekem, talán 30-án, március 30-án, egy fiatal költőnő és egyébként vezetős szerző, és a Judittal egy éven keresztül különböző baráti találkozókon, ahol beszélgettünk, mit lehetne közösen csinálni, és aztán olvasván az ő verseit, készülő verseit, egy csomó képeszembe jutott, amik egyébként valószínűleg magamtól nem jutottak volna eszembe. Nyilván a képek sajátjaink, de a utavezető út az abszolút a Judittáltal volt kitövezve, és olyan megoldásokra jutottam képileg, ami nem lehetett, nem jöttem a létező verseny nélkül, és hát ennek csinálom most március 30-án egy közös bemutatót, ami nem olyan messze az Andrássy út 66-os palotának a földszintjén lesz, ami egy fantasztikus kérés helyszín, már csak azért is érdemes eljönni, mert ez egy korábbi AVH-s épület volt, ez a rokon épület a házával, az az építészet és össze is volt épület, egy ilyen földalapú törzs volt, tehát elég komoly útja van az épületnek, de most egy modern design palota és ennek a földszintjén kaptuk meg, amikor a 300 négyzetméteren kínáljuk ki, és versek is lesznek élőben, tehát élőben, jönnel, és a versek alapján viszont képet készítjük meg a falakat, és hogy ne csak bevonjuk egy kicsit a közönséget is, hiszen a happening az nyilván minden képzőművészeti vagy irodalmi esemény az egy fontos dolog, így arra jutottunk itt, hogy csinálunk egy tányérkörő akciót, mindenki, aki erre látogat a kiállításra, megnyitóra kap egy tányért, és lehet törni, hogy megépítjük azt a kifutóját, ahol ezt biztonságos körülmények között meg lehet csinálni. Ahogy mi ezt próbálgattuk, egyébként elég hamar elvágja az ember között, hogy gyűjti össze a szilákot, tehát a szilákot is mi tudjuk összegyűjteni szakemberek segítségével. És hát egy ilyen frusztráció bombanást próbálunk volt előidézni, mindenki hozza magával a frusztrációit, ez a jelszavunk, és nyilván a engedje el, hagyja ott, igen, hozza el, és megpróbáljuk azt